A beszéd az nem az én mesterségem. Én szobrász vagyok, egész nap otthon ülök, dolgozom, és a beszéd valahogy inkább visszafejlődött bennem, mint sem. Tökéletesítettem volna magamban ezt a dolgot. A szobrászat a szavak előtti, a szavak alatti dolog, és szinte nehezemre is esik kimondani szóban azt, amit szoborban gondolok, vagy megfogalmazok. Az gyakori, hogy apas fia vagy anyas leánya művész lesz, és folytatja a gyerek a szülő mesterségét, művészetét, de hogy apa és fia annyira egyenrangú életművet tudjon teremteni, mint Szervácius Jenő és Tibor. Ez azért ritkaság. Mind a kettőjükre az jellemző, hogy igazi egyéniségek, egyáltalán nem epigonok semmilyen szempontból, egyébként tudatosan törekedtek is, különösen Tibor, de Jenő is törekedett arra, hogy a saját stílusa legyen. Ezért aztán nehéz bekategorizálni őket, mert hiszen nem akartak csatlakozni sem iskolákhoz, sem csoportokhoz. Volt egy meghatározott programom, éppen az erdélyi múltból, történelemből, hagyományból, a nép életének a megismeréséből kiindulva fogalmaztam meg magamnak már diákkoromban azt, hogy én elkötelezem magam ennek a nehéz sorsnak, ennek a múltnak, ennek az erdélyi életnek, és ezt szeretném szoborban megfogalmazva egyetemes értékké tágítani, emberi mértékké fejleszteni és alakítani. Ez volt a művészi fejlődésemnek a magja, ami végigkísérte a szobraim eddigi alakulását és fejlődését. Döntő volt számomra az, amikor 1960-ban elkezdtem heggeszteni. A heggesztést azt valószínű, hogy Kovács őseimtől is örököltem, a fémnek a szeretetét, a tűznek a szeretetét. Gyerekkoromban mindig elmentem Kovács műhelyekbe, és gyönyörködtem a tűzben, a szikráknak a játékában, a acélnak a csengésében. Úgy valahogy mindig azt vártam, hogy neki tudjak fogni, fényben is dolgozni. Úgy érzem, hogy ez az én hozzáadásom a szobrászat vonulatához, hogy olyan belső vitalitást, olyan belső katartikus erőket tudok sűríteni az anyagban, ami ott vibrál, ott él, ott feszül a szoborban, azután is, amikor az alkotás folyamata befejeződött. Ez talán nem sajátja az eddigi szobrászatnak. És úgy érzem, hogy mindez az erdélyi sorsból, az erdélyi tragédiákból, és az egész magyar nép tragédiájából, történelmi megpróbáltatásaiból került belém, és én így tudtam a szobraimba átvinni